szigorú óvintézkedések mellett tehetnek szakmai vizsgát a szakképzésben tanulók. A technikumokban és szakképzőiskolákban kiemelt fontosságú a szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák meglétének ellenőrzése. A gyakorlati vizsgákat a járványhelyzetre tekintettel tavalyi szigorú óvintézkedések mellett szervezték meg az iskolai rendszerű szakképzésben. A gazdaság újraindításához nagy szükség van a versenyképes szaktudással bíró tehetséges fiatalokra, de változatlanul elsődleges fontosságú az emberek egészségének védelme, a fertőzési kockázatok mérséklése. Ennek érdekében a szaktárca a tavaly május-júniusi vizsga időszak tapasztalatait figyelembe véve már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán. A szakképzésben fokozottan ügyelni kell a vizsgák szakmai színvonalának megtartására. Az elsajátított gyakorlati tudás számunkérésére különösen a szabályozott szakmák, mint például betegellátás, ápolás vagy a veszélyes berendezések javítása, karbantartása esetén kiemelt jelentőségű, csak így garantálható, hogy a sikeresen vizsgázók a munka területük minden feladatának ellátásához szükséges összes kompetenciával rendelkeznek. A minisztérium tervei szerint a komplex szakmai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettségi vizsgákat követő időszakban szervezhetik majd meg az intézmények. A szakképzés lényegét jelentő gyakorlati vizsgákat az iskolák az általuk meghatározott időpontban tarthatják meg. A vizsgákat az érettségikhez hasonlóan a tavaly bevált megoldásnak megfelelően kis létszámmal, az előírt védőtávolság biztosításával, az óv intézkedések betartásával kell lebonyolítani.